és Isten szent lelke galamb formájában szállt le Jézusra. És hang hallatszott a mennyből. Ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Jézus elment Názáretbe, ahol felnevelkedett. Szervusz! Szervusz! Szokása szerint szombatnapján bement a zsinagógába. Jakab! János! Segítsetek! Gyertek gyorsan! Segítsetek! Gyorsan! Húzzatok! Menj el tőlem, Uram, mert bűnös ember vagyok. Ne félj, Simon. Mostantól embereket fogsz halászni. Ne sírjatok. Csak alszik, nem halt meg. Leány, ébredj! Adjatok neki enni, és kérlek, hallgassatok arról, ami történt. Majd Jézus látott egy vámszedőt, akit Máténak hívtak. Ott ült a kapunál, ahol a vámot kellett fizetni. Gyere velem. Nagy szeretete mutatja, hogy sok bűne bocsáttatott meg. Kinek kevés bűne bocsáttatott meg, kevésbé is szeret. Bűneid megbocsáttattak. A hit
ígéreted megtartott. Menj békével. Én... Ti adjatok nekik enni valamit. De hiszen nekünk sincs több, 5 kenyérnél és 2 halnál. Áldott vagy, ó Úristen, mindenség királya, aki kirendelted a kenyeret a földből. Dávid fia, kérlek, könyörülj rajtam! Mit kívánsz tőlem, mondd? Újra látni szeretnék. Akkor láss, a hited megtartott. Látok. Látok. Újra látok! Jöjj le onnan, Zakeus! Ma a te házadban megyek. Az én házamban? Az Úr áldjon meg benneteket. Nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Arra tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen.